Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném folytatni az elmúlt hetek megkezdett sorozatát. Ugye a múlt héten a második parancsolatot néztük meg, és mindazokat az üzeneteket, amik ránk vonatkoznak, és azelőtt az első parancsolatot, és ha ma jól számolom, akkor a harmadikat fogjuk megnézni. Már nem mondom, hogy a negyediket is, mert biztos, hogy nem. Úgyhogy a harmadikban annyi mondani való van. Nem véletlenül, ha belegondoltok, ez egy különleges törvény lehetett Istentől, hogy Mózes egyszer összetöri, és Isten annyira fontosnak tartja, hogy újraírja. Aztán utána, ahogy ismeritek a parancsolat utóéletét, bezárják egy ládába, nem is akármilyen ládába, amihez ember nem nagyon tud nyúlni, mert ha megpróbálja, akkor hát nem jár vele olyan jól. Aztán ugye még ez se elég, ezen a ládán ugye nagyon érdekes, hogy van két kerub, amelyik a szárnyait ráfedi a ládára. Ugye ennek nagyon nagy mondani valója van, ennek a két kerubnak. Sokan mondják, hogy miért kellett ez a csicsa a frigyláda tetejére, ez a pompa. Nagyon érdekes, hogy a kerubok azt jelzik, hogy minden, ami abban van, az az Istennek a világában is szent. És az Istennek a világában is nagyon nagy jelentőséggel és nagyon nagy érvényességgel bír. A tíz parancsolat az Isten igazságának a tömör összefoglalója, és olyan összefoglaló, olyan igazság, amely az egész mindenséget magába foglalja. Nem egy hétköznapi törvény, nem egy emberi törvény, nem egy római törvény, nem egy Napóleon által meghozott törvény, nem ember által meghozott törvény, hanem olyan igazság, amelyik az egész mindenséget magába foglalja. Gondoljatok csak bele, hogy Jézus, mikor megkérdezték, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy a tíz parancsolat az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, de egyszerűen lehet látni, hogy miért ezt hangsúlyozta Jézus. Azért hangsúlyozta, mert egyszerűen nem szerethetem az egyiket a másik nélkül. Tehát nagyon egyszerűen összefoglalta, és tudjátok, ha szeretni tudjuk az Istent, és ugye miért az első négy parancsolat, amit most megnézünk, ugye kettő már túl vagyunk, miért az ember és az Isten kapcsolatát szabályozza, mert az az ember, aki szereti az Istent, lehetetlen dolog, hogy ne tudja szeretni az embereket. Nem elválasztható a kettő egymástól, viszont Isten szeretete nélkül nem lehet szeretni az embereket, ezért ugye az egyik kőtáblán az ember és Isten kapcsolata, a másik kőtáblán pedig az ember és az ember kapcsolatát találjuk meg. És nagyon érdekes, hogy a gonoszságnak, a démonvilágnak, a démonizáltságnak, egyáltalán az istentelenségnek a gyökere az mindig ottan kezdődik, és ezt a sátán nagyon jól tudja, amióta az ember Isten megalkotta és megteremtette, hogy egyszerűen az Isten törvényeit, ha sikerül megváltoztatni az embernek a szívében, akkor sikerül az embert elrabolni az Istentől. Tehát amikor azt mondja, hogy ordító oroszlán körbejár, és megnézi, hogy kit tud elnyelni. Testvéreim, Jób óta tudjuk, hogy nincs olyan lehetősége neki, hogy megöljön bennünket. Nincs olyan lehetősége, hogy tönkretegyen bennünket. Nincs olyan lehetősége, semmi olyat nem tud csinálni velünk, amit nem Isten enged meg. Ezért ugye a hazugsággal egyetlen egy dologra maradt lehetősége, az, hogy a hazugsággal az Isten törvényét, ha megváltoztatja a szívünkbe, erre törekszik, ezért úgy véli, ugye fenevadnak is írja a Dániel könyvében a Biblia, ezért a Dániel könyvének a 7. részében olvastuk itt pár héttel ezelőtt szerdán, hogy úgy véli, hogy megváltoztatja a törvényt. De ugye hála Istennek benne van az, hogy úgy véli. És ezért az Isten elleni hatalmi és szellemi támadás az mindig az, hogy megváltoztatják a törvényt. Mit jelent a törvény megváltoztatása? Az, hogy az Isten hamis színben van feltüntetve. Mi az, amikor a te nevedben olyan nyilatkozatot tesznek, amit te nem mondtál, azt miért teszik, hogy te hamis színben legyél feltüntetve. És a törvény megváltoztatása az pontosan azt jelenti, hogy Istent egy hamis képben, egy hamis képen keresztül mutatja be a világnak, és amikor így mutatja be az embert, akkor a világ egy teljesen más Istent ismer meg. Ezért ma én a 2 Mózes könyvéből, ugye a 20. versből a 3. parancsolatot szeretném felolvasni nektek,
És ez az előzőekhez képest egy viszonylag rövid parancsolat. Nagyon érdekes, hogy ez a négy parancsolat, amit megnézünk, ezt ha összeadjátok terjedelmében mondani valójában, az ember és az Isten kapcsolatát, ez lényegesen bőségesebb, mint amikor az ember és az ember kapcsolatát szabályozza. Miért? Mert egyszerűen minden innen kezdődik, nem véletlenül Jézus ezt mondta, lehetetlen dolog, hogyha szereted az Istent, akkor tudsz ölni. Lehetetlen dolog, hogyha szereted az Istent, akkor meg tudod lopni azt, akit az Isten teremtett, akit az Isten alkotó. Tehát mindig honnan indul ez a kapcsolat, nem véletlenül az első kapcsolat, az első, tudjátok, az írók is azt mondják, hogy az első része az irodalmi műnek tulajdonképpen egy olyan összefoglaló, ami az összeset, az egész könyvet magába foglalja. A tíz parancsolatnak az első parancsolat, ez egy olyan, ami teljesen magába foglalja a többit is, ugye ez az én-te kapcsolat az emberrel, és ezért szeretném most tovább menni és felolvasni nektek a harmadik parancsolatot, ami így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Amen. Ugye itt az Isten nevével kapcsolatban nagyon sok téveszme terjedt el. Elsősorban még a keresztény világ is úgy gondolja, hogy az Isten nevének a hiába felvétele az egyenlő a káromkodással és a szitkozódással. Ugye mi magyarok ebbe, hát valahol ott azt gondolom, hogy a világ élvonalában kell, hogy legyünk. Sok mindenben piacvezetők vagyunk, jó lenne, ha ez gazdasági, erkölcsi területen lenne, de úgy gondolom, hogy a szitokkal kapcsolatban, a rágalmakkal, a káromkodással kapcsolatban ugye rengeteg olyan szólásunk van, káromkodik, mint a kocsis, rengeteg olyan helyzet adódik, amikor végig kell hallgatni olyan káromkodásokat, hogy az ember szinte belepirul olyan cifra. Általában ezekben a káromkodásokban, ti is már számtalant hallottatok ilyet, most nem szeretném, hogy felidézzétek, de ugye ezekben általában benne van az Istennek a neve. És az emberek elkönyvelték ezt a parancsolatot nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, hogy biztos, hogy a káromkodás, a szitkozódás, az egyszerűen a gyalázkodás, az egyszerűen azt jelenti, hogy az Isten nevét hiába veszük föl, pedig az Isten nevével nem csak így lehet visszaélni, hanem az Isten, nem csak a káromkodással lehet visszaélni, hanem én öt területet szeretnék veletek megnézni, hogy hogyan lehet visszaélni még az Istennek a nevével, és ehhez igéket is szeretnék nektek mondani. Akkor is visszaélhetünk az Isten nevével, ha nem használjuk. Ez egy nagyon fontos alapvetés, különösen ez a keresztény világnak szól, hogy amikor az Isten nevét nem használjuk, mit jelent, hogy nem használjuk? Egy egyszerű példát mondok, például nem adunk hálát. Ebből lesz a hálátlanság, a hálátlanságnak beláthatatlan következményei vannak, de egyszerűen a hálátlan ember emberileg is összeférhetetlen, és természetesen, ha az ember az emberekkel összeférhetetlen, akkor ne gondoljátok azt, hogy az Istennel nem összeférhetetlen. Amikor nem használjuk az Istennek a nevét, például egy ilyen, hogy a hálaadást nem tesszük meg, mit jelent, ha az ember, mi a legnagyobb baj azzal, hogy a hálaadást nem adja az Isten az ember az Istennek? Az, hogy valakinek adja. Az ember valakinek mindig hálás. Ha másnak nem, akkor saját magának. Ha saját magának hálás az ember, akkor mit jelent? Akkor azt jelenti, hogy minden, ami ezen a földön történik az életébe, és nézzétek meg, az embertársainknak a jó nagy része ez miatt nyög, hogy minden, ami történik az életébe, azt magának tulajdonítja. Elsősorban a jót. Ha a rossz történik az életébe, azt a szomszédnak. Azt nem mondom. De mindenkinek, mindig valaki valakinek tulajdonít valamit. És ugye a hívő embert arról lehet megismerni, hogy a jót is az Istennek tulajdonítja, és a rosszat is az Istennek tulajdonítja. Nem mondtok rá, hogy nem igaz, dehogy is. A jót tulajdonítja az Istennek, és figyel arra, hogy ezért hálás legyen neki. Figyel arra, hogy jó szívvel forduljon hozzá. A hálás ember egy kenyérre kerhető ember. A hálás ember olyan, mint a megolvasztott teavaj, ami így finoman folyik. A hálás ember olyan, ami kenhető, ami mozgatható, ami formálható az Istennek az életébe. A hálás emberre jól beszélgetni. A hálás ember nem olyan, mint a sündisznó, hogy mindig, amikor valaki közelít felé, akkor összehúzza magát. A hálás ember tele van bizalommal. A hálás ember naív ember. Ugye ma egy nagy kérdés, hogy kinek a legjobb, hogy jó élni a világon. Én még mindig azt mondom, hogy naívan jó élni a világon.
Még mindig azt mondom, hogy jó dolog naívnak lenni, jó dolog nem mindent észrevenni, jó dolog nem mindent átlátni, én úgy irigylem azokat, ugye mindig van egy történet bennem a második világháborúnak, mikor véget ért, akkor lejött egy juhász a erdélyi havasokból, és megkérdezik tőle, hogy na, bátyám, hogy élte túl a háborút, és akkor mondja, hogy milyen háborút. Képzeljétek el, úgy élt 40-től, 39-től, 45-ig, hogy fogalma se volt, hogy itt valami történik. Ő csak ugyanazt látta minden nap, élvezte, mert ugye a hold a háború alatt is följött, a nap a háború alatt is följött, a szél fújt, az eső esett, csak ugye nem mindegy, hogy hol, nem mindegy, hogy ez a lövészárokban történik, nem mindegy, hogy a tankban történik, nem mindegy, hogy távol a szülőföldettől idegen országban történik, vagy nem mindegy, hogy a hegy tetején történik. A hegy teteje annyira nyugalmas volt, hogy oda nem ment senki harcolni. A hegy tetején elfelejtették a bácsit, a hegy tetején elfelejtették, hogy ott vannak a jók, az emberek, akiket elküldött a bácsi, ugye annak idején évekre fölmentek az emberek, nem jöttek le, mondott, hogy milyen volt a táplálkozásuk. Hát, hálás tudott lenni, ha talált egy igazi jó kis szederebokrot, hálás tudott lenni, ha valami gyümölcsöt talált, hálás tudott lenni, ha esett az eső, hálás tudott lenni, ha nem fújt állandóan a szél. Tudjátok, a természet közeli emberek mindig hálásra tudnak lenni azért, ami van. Nézzétek meg a mai morcos 21. századi embert, megint esik. Ha süt a nap, megint süt. Ha hideg van, megint hideg van. Ha meleg van, megint meleg van. Igazániból most megyünk bele a télbe, rengeteg morcos ember lesz. Aztán majd megyünk bele a nyárba, rengeteg, megint rengeteg lesz. Igazániból tél, nyár, ősz, tavasz, ma már erről szól, hogy mindenben ugye tipikusan az a példa, hogy félig van a pohár vízzel, és ugye a megközelítés kérdés, hogy mi azt mondjuk, hogy miért csak félig van. Ez csak nézőpont kérdése. Ha benne vagy a kalahári sivatag kellős közepén, egészen más véleményed van egy fél pohár vízről. Ha otthon, amikor tele van hűtött vízzel a hűtőd, akkor ugye egészen más véleménnyel vagy, minden csak nézőpont kérdés. És ez a bácsi azt mondta, hogy én nem láttam semmilyen háborút. Én csak békét láttam. És ezért nagyon fontos dolog, hogy az első hiba, és ma ezt azt látom, hogy az emberek nem hálásak, hogy van munkahely. Nem hálásak, hogy van betevőfalat. Nem hálásak, hogy még mit tudom én, van emberi közösség. Elmarad a hála az emberek szívéből. Természetesen így nőnek ma föl generációk, hogy nem hálásak. Hogy kimarad a szívükből a hála, és mindenért csak egy nagy kesergés, egy nagy bánkódás van az embereknek a szívében. A Jakab apostol első része a következőre hívja fel a figyelmünket. Jakab apostol, a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, a következőt mondja: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosság atyától száll alá, akinél nincsen változás vagy a változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Testvéreim, mi általában az Istennel való kapcsolatot nem ott kezdjük, ahol Jakab. Mi általában az Istennel való kapcsolatot ott kezdjük, a második parancsolatnál, az elsőt nagy ívbe kihagyjuk, hogy Uram, az én Egyiptomomból, ugye mi a Biblia szerint az Egyiptom, az az ateista világ, amelyik teljesen távol van Istentől. Nem véletlenül majd, ugye nem sokára odaérünk a Dániel könyvének a 11. részéig, az északi és a déli királyságnak a harca az miről fog szólni, nem országokat kell ebbe behelyettesíteni, hanem két eszme, két ideológia fog fölcsapni az utolsó időkben egymással, az egyik az a vallásos, római alapokra helyezett nagy vallásos maszlang, a másik pedig a déli, az ateista gondolkodásmód, ez fog egymással ütközni, és testvéreim, neked a maradéknak ezek között kell megtalálnod a helyedet. Ezek között kell hűségesen kitartani az Isten mellett és az Isten beszéde mellett. És itt vétünk nagyon sokat, mert nem használjuk az Isten nevét, nem adunk hálát, hanem miből lett, miért mondja Jakab, hogy az egoizmus, az önmagunk szeretete elterjed az utolsó időkben, mert az ember hálátlanná válik. Hálátlanná válik. Tudjátok, olyan, most nem olyan rég egy 67 éves embert alkalmaztunk, 67 éves, tehát nyugdíjas volt. És fölvettük, és elkezdtük alkalmazni, és ugye régóta nyugdíjas már, vagy régóta meg volt munkája, és ugye a mai bérhez képest, köművesként vettük föl, a mai bérhez képest viszonylag magas bért adtunk neki. És amikor az első heti bérét kapja, és megszámolja, akkor elkezdtek folyni a könnyei. Én ilyet 15 éve nem láttam, hogy valaki, már olyat sem látok, pedig én munkaadó vagyok, hogy valaki megköszönje,
hogy kapott fizetést. Ilyen már rég elfelejtődött. Rég elfelejtődött. És tudjátok, megkönnyezte, és elkezdett folyni a könnye, mert ugye magas számot mondtuk neki, és azt hitte, hogy ez a marketingnek a része, hogy betereljük, dolgoztatjuk, és akkor majd utána valamivel kiszúrjuk a szemét. És hogy ugyanazt kapta, amit mondtunk neki, elkezdtek folyni a könnyei. És a 67 éves ember a 20, 21, 22, 25 éveseket messze megszégyenítően ledolgozza. És amikor meglátta, akkor másnap bejött reggel, 8 órakor kezdődik a munkaidő, fél hétkor bejött, hogy mindenkinek előkészítse a munkáját. Testvérem, olyan, mintha valami mesekönyvet olvastam volna. Nem értettem, egy más világból érkezik, egy más gondolkodásból érkezik. Miből érkezik? Amikor még az emberek hálásak voltak a munkáért, amikor még az emberek hálásak voltak azért, hogy és nem a munkaadóról van szó, hanem azért, hogy az Isten olyan kegyelmes hozzájuk, hogy biztosítja a megélhetésüket. Hogy egyszerűen van miből venni ételt, van miből hozzáállni a holnaphoz, van egy biztonsága az embernek, hogy az Isten tudja, hogy nem hagy el bennünket. És tudjátok, ennek az ellentétje, hogy ez megjár nekünk. Amikor megérkezik egy fiatal ember egy vállalkozásba, akkor megkérdezi, hogy az ott dolgozó 20-25 évvel ezelőttiek mennyit keresnek, akik már ott 25-30 éve húzzák az igát, és utána az első mondata az, hogy nekem is megjár az, ami annak megjár, aki itt dolgozik 30 éve. Hogy járna már neked meg? Mi az, amit te letettél? Ma az emberek úgy kérnek, hogy tulajdonképpen még nem is tudod, hogy mit fog teljesíteni. Ma az embereknek úgy vannak bérigényeik, úgy vannak követeléseik, hogy semmit nem tett még le az asztalra. Nem mutatta meg, hogy ő mit tud csinálni. És ezért ugye mi alakul ki? Az alakul ki, hogy megjár nekünk gondolkodásmód kizárja a hálás gondolkodásmódot. Az, ami hogy megjár nekünk, ez egyszerűen kizárja, és ezért ugye Istent miből lehet felismerni, nem véletlenül mondja az ige, az embereknek a beszédéből lehet felismerni az Istent. Mert a beszédedben, ha benne van, hogy hálás ember vagy, akkor te egy Isten közeli ember vagy. Mert a hála az nagyon sok mindent kifejez. Ugye a másik hiba, amit el tudunk követni Isten nevében, az a panaszkodás. Jaj, Istenem! Mondok jobbat. Jézus Mária! Hogy benne legyen mindenki, az egész szent. A Józsefet nem tudom külön, hogy miért hagyják ki ebből, mert úgy lenne, hogy de Jézus Mária Szent József, van ilyen is, hogy meglegyen az egész szent család. Ugye mit jelent a panaszkodás, hogy azt gondoljuk, hogy ha Jézus nevét mondogatjuk, vagy a szent család nevét mozdogatjuk, akkor hamarabb följut a panaszunk az Istenhez. És nagyon sok ilyen panaszkodás van, nézzétek, ma olyan rutinból használj, Uram Isten, amikor az emberek így meghőkölnek, Uram Isten, ments Isten. És még sorolhatnám tovább ezeket. Mi történik? Panaszkodásra használjuk Jézusnak, Istennek a nevét. Isten nevében panaszkodunk. Ugye, ahogy megyünk az Úr elé, az imák is nagyon sokszor panaszkodásról szólnak. Hogy jaj, Istenem, lehet, hogy te elhagytál engem, ugye ilyen finom zsarolás az Isten felé. Úgy érzem, hogy már nem szerez. Tudjátok, ennél rosszabb nincsen, amikor egy ifjú szerelmes pár, ugye múltkor hallgattam egy ilyen fiatal párnak a beszélgetését, telefonon beszélgettek, és akkor mondja neki az egyik, hogy szeretlek. És akkor hallom, hogy nincs még a másik, visszakérdezi a telefonba, hogy, mert ugye mostában a fiatalok úgy beszélnek, hogy ki van hangosítva, tehát hogy még akkor energiabefektetése kelljen, hogy odaadja a füléhez, és akkor aki arra jár, az hallja. És akkor mondja, de biztos, hogy szeretsz. Persze, hogy szeretlek. Jó, de biztos? Hát biztos. Hát de teljesen, esküdj meg, mondj valamit, hogy biztos legyen. Gondolj valamire, ha én is arra gondolok, akkor biztos szeretsz. Testvérem, itt soha nem lesz vége, mert annak az esélye, hogy ketten egyformára gondolunk, annak nem sok. Ez olyan, mint a négy levelű róhere, vagy a virágszírom. Ugye, hogy az ember, mikor meg akar győződni róla, hogy szeretik, akkor elkezdte tépkedni. Ha nem jött ki a végére, hogy szeret, akkor ledobtad, újat vettél föl, addig tépkedted, és rájöttél, hogy megszámoltad, hogy annak biztos, hogy úgy kell kijönni. Például én kiszámoltam otthon, a gyerekeimnél, ha úgy kezdem az ecpecet, hogy ecpec, akkor ő fog mosogatni. Csak az a lényeg, hogy nála kezd. És ha nála kezded, akkor teljesen is felemelheted a kezedet, hogy kiszámoltuk, döntött az élet. De nem az élet döntött, hanem a raffinéria és a fifika. De aztán, amikor a gyerekeim rájöttek, akkor csak annyit mondtak, hogy apa, hadd kezdjem én. És akkor onnantól kezdve egy pár évig én mosogattam. Miért? Mert hát ugye lelepleződött a turpisság, és behajtották rajtam, amit ugye kiskorukban én odaadtam nekik. Ezért a rossz dolgok az életünkben, testvéreim, Isten nélkül nem történhetnek meg.
Még egyszer mondom, a rossz dolgok az életünkben Isten nélkül nem történhetnek meg. Nem engedi Isten, ezt Jób történetéből tudjuk, hogy nem lehet. A rossz dolgok nem azért történnek meg, a rossz dolgokat azért engedi meg Isten, ugye ezt úgy hívja a Biblia, hogy megpróbáltatás. Szintén a Jakabot hívom segítségül, Jakab 1-2, ha különböző megpróbáltatások érnek benneteket, azt nagy örömnek tartsátok. Miért? Mert az ember így tud csiszolódni, hogy a megpróbáltatások után. Ugye a megpróbáltatásokkal ma hogy reagál a hívő világ? Panaszkodással reagál a hívő világ. Ellentétese, amikor azt mondom, hogy az Isten igéjébe bízunk, és az Isten igéjének higgyük, akkor ellentétese az, hogy a megpróbáltatásra panasszal reagálunk. Hát hogy ne lenne ellentétes? Jakab mit mond? Minél hangosabban, nagy örömmel, de panasszal reagáljatok a megpróbáltatásra. Nem. Azt mondja, hogy nagy örömmel reagáljatok. Legyetek hálásak, hogy a megpróbáltatás van az embernek az embernek az életébe. És ezért ugye az élet nehézségei jobban csiszolják a jellemet, mint bármi más, és testvéreim, ez tény, ma ezért korcsosult el az emberi világ, mert egyszerűen nincs, ami csiszolja az emberi jellemet. Szerdán talán már fölolvastam, de ma is az alkalmon föl szeretném olvasni, kaptam egy testvértől egy nagyon-nagyon tanulságos dolgot, ami azt gondolom, hogy mindannyiótoknak tanulságos lesz. Idehozom a telefonomat, mert azt hiszem, hogy abban van benne. És engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a részt. Szerdán már felolvastam, úgyhogy ki hallotta, az elnézést kérek tőle. Képzeljétek el, hogy 1900-ban születtetek, tehát 120 évvel ezelőtt születtetek. 1900-ban, amikor 14 éves vagy, elkezdődik az első világháború. És akkor ér véget, amikor 18 leszel, 22 millió ember hal meg. Röviddel azután egy világjárvány tör a világra, egy influenza, amit spanyolnak hívnak, ebben 50 millió ember hal meg. Csak amikor ugye járványokról beszélünk, akkor azért csak mielőtt még mi teljesen el vagyunk szállva a korunk járványaitól, ne felejtsétek el, itt 100 éve volt olyan járvány, ahol 50 millió ember pusztult el. Élve és sértetlenül jössz ki ebből is, tehát az első világháborúból és a NATO-ból is. 20 éves lettél, amikor 1920-at írunk, 29-et írunk, és a New York-i tőzsde összeömlik, és a globális világválság minden országot érint. Ez jelent inflációt, munkanélküliséget és éhínséget okoz. Testvéreim, az éhínségről nekünk, ami még az én generációmnak is fogalmunk sincsen, hogy mi az, hogy éhínség. Itt 60-70 év fölött kezdjetek el tudakozódni, mert a mi generációnk már olyanok, hogy nem tudjuk, hogy ez milyen volt. 33 éves vagy, amikor a nácik kerülnek hatalomra, 39 éves vagy, amikor elkezdődik a második világháború, és akkor ér véget, amikor 45 éves vagy. A holokauszt alatt 6 millió zsidó halt meg, a második világháborúban pedig több mint 60 millió halott hal meg. Amikor 52 éves vagy, a koreai háború elkezdődik, amikor 64 éves vagy, rájön erre a vietnámi háború, 75 éves vagy, mire véget ér. Egy 1985-ben született azt hiszi, hogy a nagyszüleinek fogalmuk sincs arról, milyen nehéz az élet. De a különböző háborúk és katasztrófák túlélői életben maradtak. Egy 1995-ben született, és ma 25 éves, azt hiszi, hogy itt a világ vége, amikor az Amazon csomagja 3 napnál többet késik. Mire megérkezik, vagy nem kap több mint 15 lájkot a közzétett fotójáért. A Facebookon vagy az Instagramon. 2020-ban sokan kényelemben élünk, otthon különböző szórakozási forrásokhoz jutunk hozzá, és gyakran többre is, mint amire szükségünk van. De az emberek mégis panaszkodnak minden miatt, pedig van villany, van telefon, van étel, van tető a fejünk felett. Ezek volt, hogy nem is léteztek a múltban. De az emberiség sokkal súlyosabb körülményeket is túlélt, és soha nem veszítette el az élet örömét. Talán ideje lenne kevésbé önzőnek lenni, abbahagyni a panaszkodást, és abbahagyni a sírást. Ugye azért tanulságos ez, mert valóban ez történik, hogy azt gondoljuk, hogy egy 70-80, nem véletlenül a Bibliában az Istennek az igéje miért mondja, hogy tiszteld a kort,
Azért tiszteld a kort, mert a kor az akármilyen emberről is beszélünk, a kor az olyan dolgokon megy keresztül, amit mi el se tudunk képzelni. Testvéreim, ez Istennek a hatalma és Istennek a kegyelme, hogy erre a virágra nem engedi rá a pusztulatot, mert ezt nem tudnánk feldolgozni. Nem tudnánk azt feldolgozni, hogy milyen az, amikor nincs étel, amikor nincs ital, hogy milyen az, hogy kell viselkedni egy családba, egy apának, egy család fenntartónak, amikor nem tudsz hazavinni a boltból kenyeret, de mégis ott vannak, és mégis valamiféle egyből, tudjátok, ez olyan, hogy egyből másképp állnak az emberek, egyből el tudják helyezni az emberek, és elég szörnyű dolog, hogy a 20. században, amit felolvastam, ennyi minden szörnyűségnek kellett megtörténni, és az embereket mégsem tudta Isten arra rávezetni, hogy legyenek hálásak azért, amiük van. Mégsem tudta. Pedig rengeteg mindenen keresztül mentek. Rengeteg mindenen, és sokszor nem értettem, hogy miért mondják az idősek, hogy nem akarnak az én világomban élni. És miért mondom azt én ma már a gyerekeimnek, hogy én már nem akarok a ti világotokban élni. Nem tudok mit csinálni a ti világotokban. Egyszerűen nem tudom megtanulni, egyet tudok vele tenni, hogy némán végigélem, de nem tudom megszokni azt, hogy nincs az emberben hála, hogy minden olyan természetes, minden olyan magától érthetődik. Mindenre csak reklamálással lehet reagálni, és tudjátok, ez azért fontos, mert nézzétek meg, hogy a hálátlanság, és ugye mit jelent a hálátlanság, hogy az ember lehet, hogy évszázadok óta nem veszi észre, hogy azt, hogy van kenyere, van lélegzete, van élete, van társa, van kapaszkodója, ezt nem egy másik embernek köszönheti. Képzeljétek el, hogy mi hogy megsértődünk, hogyha valakit segítesz, és nem köszöni meg. Rosszul esik az embernek. Nagyon magas szinten kell abba járni a szeretetben, hogy úgy járjál, hogy nem lényeges, hogy a másik mit akar, te akkor is adsz. Nem lényeges, hogy kapsz-e vissza, te akkor is adsz. Azt mondja a Biblia, hogy így egyedül Isten tud szeretni. Ezt hívjuk agápé szeretetnek. Mi erre csak vágyunk, sóhajtozunk, és vannak pillanatok, amikor sikerül, és vannak hosszú pillanatok, amikor nem sikerül. És ezért nagyon fontos ez, amit itt elmond az Isten beszéde, hogy ugye az is az Isten, és a legnagyobb káromlás, ma higgyétek el, és nem a szitkozódás. A szitkozódás érint egy-egy réteget. Megdöbbent, amikor csúnyán beszélnek az emberek, az Isten nevével káromkodnak, de higgyétek el, hogy nagyobb tömegeket érint a hálátlanság. Nagyobb tömegeket érít, akiknek olyan természetes minden, ma olyan természetes egy fiatalnak, hogy bekopog és kap munkát. Olyan természetes, minden olyan teljesen természetes, tudjátok, ez Isten kegyelme, én azért látom, hogy azért most már hosszú évtizedek óta nem enged rá Isten semmi megpróbáltatást. Miért? Mert olyan törékeny a mai generáció, olyan törékeny az elmúlt 40-50 évben felnőtt ember, hogy valószínű, hogy nem bírná ki a töredékét se. Hát képzeld el, amikor egy nagyszülő 70 évesen, vagy 80 évesen, vagy élnek még 90 éves emberek, ugye akik az 1930-as években, tehát éppen lemaradtak az 1929-es gazdasági válságról, de minden mást végigéltek. És annak azt mondja a dédunokája ennek a 90 éves embernek, hogy mindjárt, én nem bírom tovább, egyszerűen tönkre megy az életem, már megint nem jött meg a csomag. Hogy ezt látja az egészben, hogy már megint, nem tudsz rá mit mondani erre 90 évesen, csak azt tudod mondani, hogy Istenem, könyörülj rajtuk, nem tudják, mit cselekszenek. És ezért felhívom a figyelmeteket, hogy a hiába felvétel az ezt is jelenti, hogy tele vagyok, és figyeljetek, az hagyján, hogy még nem hála, mert a hálánál még az is, ha az ember hálátlan, akkor legalább maradjon csöndbe. De ugye a mi világunk átfordult, nincs csönd, hanem átmentünk a másik oldalra, a panaszra. Ez nem jó, az nem jó, nem ideálisak a munkafeltételek. Én is, ahol dolgozom, mondták, hogy hát meleg van. Milyen dolog, hogy dolgoznunk kell? Hát azért mondom, arany szívem, mert köművesnek tanultál, ha szívsebésznek tanultál volna, akkor most egy légkondicionált műtőbe műthetnél. De gondolom, megvolt az oka, hogy nem szívsebésznek tanultál. Ezért nyáron sütni fog a nap. Sőt, rossz hírem van, hogy ősszel pedig esni fog az eső. Sőt, még rosszabb hírem van, télen föl kell öltözni meleg ruhába. Mert akkor meg hideg van. De hogy így nem lehet élni, így nem lehet dolgozni. Így dolgoztak emberek évezredeken keresztül. Miért? Mert hálásak voltak a dolgaikért. Hálásak voltak. El tudod képzelni, amikor a háborús időkben valakinek sikerült szereznie egy fél kilós kenyeret? És azt hazavitte?
Persze, hogy nem tudjuk elképzelni, de vannak még köztünk olyanok, akik el tudják képzelni. És figyeljetek, nem nyúl hozzá senki. Csak leteszik az asztalra, nem nyúl hozzá senki. Ugye régen volt az a szokás, biztos emlékeztek rá, hogy keresztet vetettek a kenyéren. Ez ugye sokszor a mi keresztény mozgalmunkban, hú, milyen vallásos dolog. Hát én nem tudom. Egyet biztosan tudok, hogy ez az ember, aki keresztet rajzolt a kenyérre, az legalább egyet tudott, hogy ez nem a péknek a bölcsessége csak, nem az ő okossága, hanem Isten kegyelme, hogy hozzájutott ez az étel. És ezért ezek az emberek így éltek, hogy lehetett túlélni az éveken tartó, ezek a háborúk nem 10 percig, nem 20 percig tartottak, hanem 4 év, 5 év, 6 évig, hogy lehetett ezt kibírni, hogy nap mint nap arra ébredsz, hogy újra lőnek, még mindig ott vagy a fogságban, még mindig ott vagy a koncentrációs táborban, vagy éppen kit, hová vitt a sors, ugye meséltem valahol, hogy az én nagyapámat, ugye amikor vége lett a háborúnak, és vak volt, azt mondták, hogy semmi gond, nem engedték haza, hanem elvitték még 2 évre, 3 évre munkatáborba, és 48 nyarán érkezik vissza Magyarországra. Mert olyan munkát adtak neki, amire azt mondták, hogy vakon is lehet csinálni. Nem kell ahhoz látni. És tudjátok, amikor az én familiámban a legnormálisabb ember a nagyapám volt. Mert azt láttam, hogy ezzel a múlttal a legjobb kedélyén őt szerettem a legjobban hallgatni, mert ő humoros volt. Ő mindig mosolygott. Nem látott, figyeljetek, meg volt önmagában baj, hogy nem látta azt a világot, ami körbevesz, és annyira örült, emlékszem rá, hogy 80 éves volt, és elvittem, akkor megszületett már a Rebi lányom, és elvittem, és oda ment a Rebihez, és így elkezdte tapogatni, és azt mondta, hogy szép, nagyon szép. Mondom, papa, ezt te honnan tudod? Tudom, nagyon szép, nagyon szép. És így végig tapogatta. És boldog volt. Nekem meg úgy fájt a szívem, hogy mit tudnék csinálni, hogy egy pillanatra lássa, és boldog volt, hogy megérintette. Tudjátok, egészen más a gondolkodás, és mi lett ennek a gondolkodásnak a vége? A panaszkodás, a hálátlanság. Olyan szörnyű, ugye most jönnek majd a csodálatosabb ünnepek, és amikor leülsz karácsonyunk, és elkezded gondolkodni, hogy mit vegyek neki. Én csak egy tanácsot tudok adni. Ha gondolkodnod kell rajta, hogy mit vegyél neki, semmit ne vegyél. Az két dolgot lehet. Vagy nem ismered, akkor először ismerd meg. Ha pedig gondolkodni kell, akkor azt jelenti, hogy megvan mindene. Nem tudsz olyat venni úgy is. Ma már nem tudunk olyat venni, amivel ledöntjük a lábáról. Ma egészen más ajándékokat kellene kitalálni, csak arra meg azt mondják, hogy ennyi. Oda mész, megöleled szívből, meghívod egy vacsorára, hogy akkor egy órát közösségben leszünk, ennyi. Ennyi. Hát ma már egy vacsora se olcsó, csak jelzem, még két személyre se. Ilyen árak mellett. Ezért, drága barátaim, a nagy hiba ez a panaszkodás, és a panaszkodásban ott van az Isten neve. Ott van mindig az a hátsó gondolat, hogy biztos az Isten, kiszúrt velem ki, biztos az Isten, kiengedte ezt meg, biztos az Isten, biztos az Isten, biztos. A jó szándékú panaszkodásban is ott van, Uram, az imádban is, rengeteg olyan imád hallottam, hogy Uram, add meg ezt nekem, mert ha nem adod meg, hogy megőrizze az Isten a teljes szabadságát, nem? Mi elvárjuk, hogy megőrizzük, de mi az Istenek nem vagyunk. Uram, add meg nekem, mert ha nem, akkor, és akkor utána tudjuk sorolni, hogy milyen következménye lesznek. Megszüntetjük a mennyet, elzárjuk az ég és föld között csatornát, betiltjuk, mindent megteszünk. Nagyon erősek vagyunk ilyenkor. És ezért a rossz dolgok az életünkben, értsétek meg, hogy nem, Isten nélkül nem történhetnek meg. Nem lehet, ezért ugye, ha a második parancsolatnál lépsz be az Istennel való kapcsolatba, hogy ne szabadíts meg engem az Egyiptomomból, segíts ki, szabadítást hozzál, add meg ezt, azt, amazt, akkor nagy baj van, mert nem a másodikkal kezdődik az egész, hanem az elsővel, azt mondja, hogy én szeretnék neked bemutatkozni, és szeretnék neked a te Istened lenni. Én nem akárkinek szeretnék, én nem egy közösségnek szeretnék az Istened lenni, én neked szeretnék az Istened lenni. Ezért testvéreim, a megpróbáltatásokra különösképpen, különbözőképpen reagálunk. Úgy mosolyogtam rajta, most összeszednék a 18 éveseket, és elvinnék katonának. Akik még voltatok katonák, azok, hogy persze, vannak ma is tökös legények, félre ne érts, nem erről beszélek, de hogy egy nagy merítésből, mondjuk minden 18 éves bevonulna. Képzeljétek el, mikor először azt mondják, hogy 5-kor kelés és irány, mi az? Reggeli tornázás. És akkor azt mondja, micsoda? Se a reggelit nem érti, se a tornát. Mi az? És akkor azt mondják neki, és hol? Gatyába, hová? Ki oda az udvarra? Hát de hideg van, -21 van. Nem á? Hát beadná a panaszt.
visszaadná az útlevelét, stb. Stb. Nem lehet. Nem véletlenül maradt ez abba különben. Testvéreim, én őszintén mondom nektek, szerintem tömeges lenne az életüknek a kioltása. Mert egyszerűen nem bírnák ezt a strapát. Mit jelent ez? Hát az, hogy nincs felkészülve az ember a megpróbáltatásokra. Nincs felkészülve arra, nézd meg, elmegy az áram 2 órán keresztül. Ha belehallgathatnál minden otthonba, hogy mi történik. Ott aztán az Isten nevének a hiába vétele minden formában megtörténik. Csak 2 órára ment el. Hát mi az első reakciód, mikor elment az áram? Tudjátok, ez hogy volt 50 évvel ezelőtt? Végre van áram. Fordítva volt. Fordítva volt. Ugye Romániában, Erdélyben, mikor néha-néha bekapcsolták, és akkor mindenki hálát adott, és akkor tudták, hogy van 2 óra, hogy minden olyan dolgot meg lehet hallgatni a Szabad Európát, és minden olyan dolgot, kinek mi volt fontos. Van, aki kenyeret pirított, persze a nem létező kenyérpirítóval, de mindenki valaki bekapcsolta a rádiót, a tévét, már aki ilyen volt, tökéletes volt. És nézzétek ma, hogy hol tartunk. Hol tartunk? Emlékszem, rá néztük úgy a tévét, egy fekete-fehér tévénk volt, 70-es évek végén néztük, hogy futott végig. Senkit nem zavart, hogy fut. Senkit. Ma nem HD, Full HD, 4K, 5K, 10K, 8K hangzásban van, akkor még a legbotfülűbb is elkezd reklamálni. Egészen más gondolkodásmód van, és nézzétek meg ennek, mivel csapta be az ördög az emberiséget, mert mindig becsapja, hogy a János 8. részében azt mondja, hogy ő a hazugságnak az atya. Kitől származik a hazugság? Őtőle. Ő nemzette a hazugságot. Ő alapította a hazugság intézményét. Ő a legjelesebb képviselője. Ő a legjelesebb támogatója és a legjelesebb terjesztője. Rendkívül jó marketinget csinált napjainkra a hazugságban. És a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesz az a pont, amikor majd Isten be fog avatkozni, lerepül a kő kézérintése nélkül, mert mit mond? Azt mondja, hogy az egész föld népét elhiteti. El fogjátok azt tudni képzelni most, hogy lesz egy olyan pillanat a földön, amikor mindenki elhiszi az általa mondott hazugságot. Testvéreim, ez egy megrázó dolog. És ugye... panaszkodnak-e a hívők? Ugye sokan mondják, hogy többet beszélek az evangéliumról, mint a hívőkről. Szeretném elmondani, hogy azért beszélek sokat a hívőkről, mert épp a hívők akadályozzák az evangéliumnak a terjedését. Mert mi, amit bemutatunk képet az Istenről, erre azt mondja a világ teljesen jogosan, épp szoktam mondani a feleségemnek, ha engem ma kéne megtérjek, semmi esély nem lenne rá. Hát ahhoz valami nagy attrakció kéne. Biztos, hogy az Istennek megmondanám, hogy itt nagyot gurítsál, mert egyszerűen ez, amit ma látok, ez nem indítaná meg a szívemet. És ezért ugye panaszkodunk-e? Hát persze, hogy panaszkodunk. Leállsz egy testvére beszélni, hogy vagy? Jól vagyok, bővebben. Hát ne tudd meg, képzeld el. Na, onnan nem szabadulsz. Sokan írnak nekem e-mailen, és nagyon hálás vagyok ezért, általában 1-1.5 hónap elmaradásban vagyok, tehát aki augusztusban írt, az majd mostanában fogja megkapni a választ rá, tehát viszonylag gyors. Adjok időt átgondolni mindenkinek, meg hát, ha addig megkapod a választ, de úgy figyelek rá, hogy akinek visszaírok, azutána megint ír egy még hosszabbat. Aztán igen, most jól hallod, aki te írját írtál, arra akarok rábeszélni, hogy ne írj ennyit. Igen, nem másról van szó. Aztán akkor megint írok, és akkor megint ír egy még hosszabbat. És akkor a végén már nincs annyi karakter. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem rossz dolog kiönteni az embernek a szívét, higgyétek el, de egyszerűen tele vagyunk olyan kétségekkel, olyan panaszokkal, olyanokkal, hogy próbáljuk meg ennek az egésznek az elejét venni, és azt mondom, hogy körbenézek magam körül, és hogy lehet ennek, mert soha véget nem érő levelezések ezek, hogy lehet ennek véget vetni, hogy körbenézzel magad körül, és ha találsz legalább egy olyan dolgot, amiért hálás lehetsz, akkor kezdj el azért hálás lenni. Kezd el gyakorolni. Én most, ha így állnék, és semmi másom ne lenne, akkor miért tudnék hálás lenni? Hát például, hogy föl tudom emelni a kezem. Jártam évekig olyan keresztényhez, aki nem tudta megmozdítani a kezét. A nyakán lévő fején kívül semmi másra nem mozgott. El tudjátok képzelni, milyen megdöbbentő dolog úgy, hogy mozog a szád, tudatánál vagy mindennek, látsz is, hallasz is, de nem tudod megmozdítani, nem engedelmeskednek a tagok. Ugye ez a szklerózisos betegség, ez egyszerűen a legkegyetlenebb dolog abból a szempontból, hogy tiszta az elméd, a tudatod, és egyszerűen nem mozdulnak a végtagok. Nem engedelmeskednek. Életemben egyszer volt, hogy elvágtam a kezemet, beestem egy üvegbe egy építkezésen, és elvágtam a kezemet, és a legszörnyűbb dolog az volt, nem az, hogy mit láttam, mert nem is tudtam, hogy a bőr alatt ennyi minden érdekes dolog van.
megdöbbentem, ilyen fehér szalagok, meg sadőjelenő, volt ott minden, és nem is az volt, nem is a látvány volt, hanem tudjátok, mi volt a legmegdöbbentőbb? Hogy adtam a parancsot automatikusan a kezemnek, hogy záródjanak be az ujjak, és nem záródtak be. Nem tudtam összeszorítani a kezemet. Miért? Azért nem tudtam, mert elvágtam mindazokat, amik ezt elősegítették. És akkor kérdezték a mentőbe, hogy nem fáj, mondom, nem fáj, de mondom, nem tudom behajlítani, mondom, idegesít, zavar, de hogy ez zavar a legjobban, mondom, engem ez zavar a legjobban, de hogy nem látom, hogy mondom, de mondom, nem tudom behajlítani, nem értik meg, mondom, nem tudom feldolgozni ezt az érzést, ilyen még nem fordult velem soha elő, hogy ezt nem tudom kiadni, ezt a parancsot. Illetve kiadom, de nem történik semmi. Apró, pici dolgokért az ember nagyon-nagyon hálás tud lenni. És ezért higgyétek el, hogy ma ezért nem tud bennünket az élet nehézségeit csiszolni. Képzeljétek el, Jakab, milyen nagy örömmel fogadnák egy nagy megagyülekezetbe, amikor kiállna, és azt mondja, hogy testvérem, jó hírt hoztam az Úrtól. Nagyon jó hírt. Nagyon nagy örömmel tartsátok, a nehézségekbe vagytok. Testvérek, miért engedtétek ezt be? Hát ez ellentétes az Isten igéjével, a jóléti evangéliummal. Hát mi, ha mi ki vagyunk csiszolva, nézzétek meg, milyen ügyesen lengetjük a Bibliát, nézzétek meg, milyen csodálatos leasingelt autóink vannak. Csodálatos az egész. Mit akar ez az ember? És Jakab erre mondja, hogy nem tud másképp csiszolódni az ember, és figyeljetek, 6000 év alatt senki nem talált ki ennél jobbat. Senki nem talált ki ennél jobbat, hogy így tudunk csiszolódni. És ezért, ha valakivel mindig csak jó dolog történik, a világ legpuhányabb és legelrontottabb embere lesz. Mit jelent az elkényeztetés? Annak idején még az én gyerekkoromban is emlékszem, hogy mentünk az iskolába, és akkor tudtuk, hogy valaki egyke volt. Mit jelentett a valaki egyke? Hát annak fogalma sincs, hogy mit jelent a büfébe a sorbaállás. Fogalma sincs, hogyha van valami, ami nincs a másiknak, akkor eltöröm és odaadom neki. Innen derült ki, hogy ki az egyke. Rossz dolog volt egykének lenni. Nagyon rossz dolog volt egykének lenni. Egy csomó dolog nem volt természetes. Egy csomó dologra fel kellett hívni a figyelmet. És ezért figyeljetek már az embert, a kis korba próbatétel elé állítja az Isten, hát, és a szülőket is erre biztatja, amikor a gyerek után mindig elpakolsz, akkor ki fogja megtanulni? Hogyan fogja megtanulni? Nyugodtan lehet neki 3 évesen már azt mondani, hogy pakoljon el. Miért? Hát mert ha nem mondja neki senki, akkor a gyerek megszokja, hogy vége a játéknak, és kiabál az anyjának. Gyere, anyu! Ma is jöttünk ide Isten tiszteletre, és be volt a polc alá, be volt csúszva a gyerek cipője, és mondta az anyának, hogy vegye ki. Szóltam az anyának, hogy nehogy már kivedd, de akkor Erika már 4 kézlábot, és már vette ki a cipőt. Mondom, nem lehet még egyszer kivenni. Visszarúgtam az egészet. Hát vegye ki a gyerek. Hát megszokja, és akkor jön majd haza a 15-re, hogy anyu, ott a gatyám hoz le. Hát üthetem őket, de egy idő után erősebbek lesznek, mint én, és már nem tudom. Mit jelent ez, hogy kis korba elindulnak egy gyereknek, egy 3 évesnek megpróbáltatás az, hogy el kell pakolni a Mici Mackót, meg a Szimbát, meg a Bimbát, meg a Szematűzoltot, amivel játszott. Hogy ne lenne megpróbáltatás? Hát játszani jobb volt vele. Hát milyen macerás elpakolni, nem? Vagy az iskolásnak azt mondod, hogy hagyja abba a játékot, most tanulni kell. Megpróbáltatás neki, hogy behívod a napról, és leülteted tanulni? Hát szerintem megpróbáltatás. Hát vagy ilyen megpróbáltatásban, ha van iskolás gyereket, nem örül neki, nem boldog. Ezért ugye kiskortól kezdve benne vagyunk, de a felnőtteknél ugyanez a munka. Reggel az az életérzés. Hányatok ugrik ki úgy az ágyból, hogy új nap, új lehetőségek, megyünk dolgozni. De jó, nagyszerű, látom a Karcsit, a Pistát, a Marcsit, a Julit, stb. Alig várom, megyünk, már nem bírok aludni. Jó, csak legyen már 7 óra, hogy menjek, csörögjön az óra, hadd megyek dolgozni. Lapítotok, úgyhogy nem sokan vannak. De hát, ha van ilyen, akkor ahhoz menjetek el családlátogatásra, mert nagyon jó dolog. Az embert, figyeljetek, ez hosszú évtizedek óta így van, hogy pénzért, azt hiszik, hogy a munka azért van, hogy pénzt keressünk. Testvérem, el akarlak benneteket szomorítani. Természetesen ez a járuléka, de a munka tudjátok miért van? Hogy az ember erkölcsileg, az embernek a jelleme más legyen. Nézzétek meg a köz, én csak úgy hívom, hogy közhaszontalan munka. És nem bántva senkit. Nézzétek meg, hogy milyen jellemet alakított ki. Ha vállalkozóként elmész egy ilyen boly mellett, ahol ugye szedik a levelet, és van egy középen, láttatok már ilyet, van egy középen, ő a központi ember, és ugye a többiek körbeállják, és erősen figyelik, hogy hogyan csinálja, mert ugye rendkívül nagy művelet ez. És ezt látod nagyon sok helyen, hogy rengetegen vannak, és mégsem történik semmi. Az én kis falumban, ahol lakom, majdnem van 40-en vannak. 40-en, és nem látom évek óta, hogy rendben lenne a falunk.
A 40 ember nem a falut Pécsig rendbe rakna mindent, ha csinálná. Mit jelent ez? Hogy a munkának, a munkát megtanították az elmúlt évtizedekben, hogy arra jó, hogy pénzt keres. Miért nem akarnak az emberek dolgozni? Mert rájöttek arra, hogy munkával nem lehet annyi pénzt keresni, mint okoskodással, mint fifikával. És ezért nagyon fontos, ez tönkretette az egész felnőtt világot is. Ezért, barátaim, az Istentől való megpróbáltatás az mindig csiszol bennünket, és Jakab azt mondja, hogy ezért hálát kell adni. Ezekből az igékből lehet lemérni, hogy hogy állunk az Isten igével kapcsolatban, hogy le tud-e az embert érdelni, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm neked a megpróbáltatást, köszönöm neked, hogy van lehetőségem változni. És ezért fontos, hogy amikor nem adunk hálát, akkor is vétünk a harmadik parancsolat ellen. Zsoltárok 106. Zsoltárnál, ha kinyitjátok a Bibliátokat, vagy ha nem, akkor figyeljetek, fel fogom olvasni. Tehát 106. Zsoltár a következőt mondja, 106. Zsoltár 6. 8. vers következőt mondja. 106, 6, 8. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. Itt elmondja az első generációnak a 106. Zsoltár, azért jó a Zsoltár, mert profétikus a Zsoltárban lévő üzenet, és visszamenőleg is, és előre is mond olyan dolgokat, amik sehol máshol nincsenek meg a Bibliában. Itt, testvéreim, ebben a két verszakban egy nagyon fontos dolgot láttok meg, hogy mi okozta a 40 éves pusztai vándorlást, és mi okozta az első generációnak a bukását és a pusztulását. Figyeljetek, nagyon érdekes, atyáink nem értették meg Egyiptomban a csodáidat, nem emlegették kegyelmed nagyságát, az mit jelent? Nem adtak hálát, és figyeljetek, hol kezdtek el dacoskodni? Az első állomásnál, a Vöröstengernél. Mi volt az első generációval baj? Miért volt 40 éves pusztai vándorlás? Mert bagóztak, fittyet hánytak, amikor figyeljetek a puszta közepéről, puszta közepén azt mondják, hogy hitvány eledel a manna. Amikor nem volt ott a McDrive, nem volt Tesco, nem volt házhozszállítás, semmi más esélyük nem volt. Csak a manna, és arra azt mondani, hogy hitvány eledel, ebből meg lehet állapítani, hogy milyen hálátlanság volt. Úgyhogy én a legsúlyosabb dolognak a mai világban, különösen a mi generációnknak és tőlünk fölfelé azt tartom, hogy egyszerűen azt gondoljuk, hogy az Isten nevének a káromlása az pontosan ebből is adódik, a hálátlanságból. A hálátlanságból. Higgyétek el, egy 80 évvel, 90 ezelőtt élő ember bármelyikünket cserélne. Mert a mi problémáink meg se ütik azokat a problémákat, amik akkor vannak, amik akkor voltak. És ezért nagyon érdemes erre mindannyiunknak odafigyelni, és ebbe a hibába esetben, hogy nem emlegették az Istennek a nagyságát. Tudjátok, ma ez annyira hiányzik, hogy emlegetik az X-nek, az Y-nak a nagyságát, emlegetik egy gyülekezetnek a nagyságát, emlegetik emberi erényeknek a nagyságát, emlegetnek embereket, csodálatos embereket, a korunk nagy szolgálóinak szinte kívülről tudja az egész világ a nevét, de az Istennek a nagysága. Egyre kevesebbet van emlegetve. És csodálom az Istennek a türelmét, csodálom az Istennek a visszafogottságát, csodálom az Istennek, nem véletlenül mondta Jézus, ugye a pusztai vándorlással érdemes foglalkoznatok, higgyétek el, érdemes olvasnotok, mert az egész Ószövetség tanúságként iratott meg. Ilyen rejtett kincsek vannak, mint a 106. Zsoltár is, amikor megmondja, hogy a legnagyobb hibát az ember a hálátlansággal tudja elkövetni. A legnagyobb hibát. És mit csinál az ember? Hálátlan, utána, amikor bajba kerül, akkor összehúzza magát. Testvérem, erről szól az Ószövetség. Mit csináltak a zsidók? Hálátlanok voltak, amikor bajba kerültek, akkor mindent megadunk, akkor, amikor megint a csúcson voltak, akkor mit csináltak? Kezdték előről. Figyeljetek, nem akarnak elmenni Babilonba. Alig várják, hogy vége legyen a babiloni fogságnak. Mikor vége van a babiloni fogságnak, akkor mi történik? Nem jönnek haza. Aki hazajön, mert ugye van egy kicsi maga, aki hazajön, ők még ott Babilonban a legbátrabbaknak számítanak, mert ugye volt Dániel, aki még nem jöhetett haza. És nézd meg, ugyanaz a jelenség, mint Mózesnél. Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, és nem hallottuk, hogy szitkokat szórt az ég felé a Nébó hegyén. Dániel, amikor szembesül vele,
a 10. részben, hogy elérkezett az a pont, lejárt a babiloni fogság, és az első turnus megindult haza, akkor azt mondja, hogy nagyon fájt az ő lelke, nagyon szomorú lett, így kezdődik a 10. vers. Miért lett szomorú? Mert rájött arra, hogy rég elment az első turnus haza. Úgy kezdődik a 10. vers, hogy Dániel, akit még mindig Baltazárnak hívnak. Hol hívták Dánielt Baltazárnak? A Babilonba. És ugye ebből lát, hogy mivel őt még mindig Baltazárnak hívják, ezért abból úgy néz ki, hogy ő nem fogják soha többet Dánielnek hívni. Az mit jelent? Soha többet nem fog visszamenni haza. És nem azt mondta, hogy na jó, van, akkor dolgozzon értetek, imádkozzon értetek, az! És akkor utána egy szitoksort kimond, hanem mit csinált? Elkezdett könyörögni. Pont benne vagyunk az őszi ünnepekben, amit nem tud megünnepelni 70 éve. 70 éve nincs Jom Kippur, nincs sátorok ünnepe, miért nincs? Nincs templom. Ma a zsidóság mindennel el van foglalva, de testvéreim, 2000 éve nincs Jom Kippur. 2000 éve nincs az, amit ma láttok Jom Kippurt és sátorok ünnepét, az miért nem az, amit az Isten rendelt? Hát azért, testvéreim, mert a magja, a veleje hiányzik. Mi hiányzik? A templom. És amíg nincs templom, addig ezeket hová megy be a főpap Jom Kippurkor? A spájzba? Vagy a konyhába, vagy a pincébe? Hová kell bemenni a főpapnak Jom Kippurkor? A szentek szentjébe. Hol van a szentek szentje? Hát, ehune? Sehune? Sehon! Óriási tragédiája ez a zsidóságnak. Óriási tragédiája. Testvérem, a zsidóságban már ugyanúgy nincs más lehetőség, mint ami neked van. Egyedül Jézus Krisztusban tud Istenhez menni. Persze nem vetette el őket az Isten, és meg fog róluk emlékezni, de képzeljétek el, hogy a Dániel hogy megszenvedte a 70 évet. És tudjátok, én rendszeresen járok Izraelbe, és megmondom őszintén, hogy nem látom rajtuk még ezt a hiányérzetet. Az ortodox csinálja, darálja a hülyeségeit, és kipótolta mindenféle ünnepekkel az eredetiket, aminek köze nincs egymáshoz. Csak megdöbbentem, amit csináltak a szombatnapból. A szombatnapból, abból, amit az Isten a pihenésre, a vele való kapcsolatra, a megszentelésre, a megnyugvásra, a békességre rendelt, abból testvérem olyan űzött napot csináltak, hogy nem lennék zsidó szombatnapon. Miért? Mert egy egészen más műfajt vezettek be helyette. Rohangálnak mindig, mint a póka falon. Megnézik, hogy hol lehet kijátszani. Ha pénteken délután még megyünk egy zsidó sofőrrel, az nem akarja elveszteni a szombati fuvart, ezért szombaton mi történik? Beülteti az Abdullakot a kormány mögé, és azt mondja, hogy minden rendben van. Pedig hogy szól a 10 parancsolatban, majd jövő héten fogom megnézni, ne dolgozzon a te szolgálód sem. Tehát nem állt meg ott a parancsolat, hogy én képmutató módon abba hagyom. Nem, azt mondja, hogy a szolgálód, szolgál a lányod, és annak, és annak, és annak. Tulajdonképpen, aki körülötted van, az mindenki álljon meg. Az mindenki álljon meg. Nézzétek meg, a vasárnap be tudta tölteni ezt a szerepet. Ugye a keresztény világban bevezettük a vasárnapot, és most nem a szombatról van szó, csak egyáltalán a pihenőnapról. Én mindig el voltam döbbenve, hogy a vasárnap, anyám alig várt, hogy hétfő legyen és menjen dolgozni. Miért? Hát vasárnap sokkal többet dolgozott, mint hétfőn. Hétfőn a lejárt a 8 órája, akkor még megettük délután a maradék vasárnapit, és viszonylag elég jó, volt egy kis pihenőnapja, de vasárnap semmilyen nem volt. Miért? Mert otthon voltunk mindannyian, mindenki valakit óbélgatott, mindenki valamit enni akart, mindenki valamit látni, hallani akart, és ez zajlott. És úgy jönnek ki az asszonyok a hétvégéből, hogy alig várják. Szerintem ezért akartak az asszonyok elmenni dolgozni, mert egyszerűen nehezebb volt a hétvége. Hát hogy elfáradsz? Akkor megünneplik a saját születésnapodat, és mondjuk nem visznek el ebédelni. És akkor jó, főzhetsz egyet magadnak, süthetsz egy jó tortát, hogy mindenki boldog legyen. Nagyon megdöbbentő dolgok vannak, és ezért nézzétek meg, hogy ez történt az emberekkel, hogy egyszerűen kezdünk visszaélni az Istennek a nevével. Csak egy picibe gondolkodjatok bele, hogy ami megjár az Istennek, és nem adjuk meg, azzal ugyanúgy vétkezünk az ő neve ellen. Tehát nem csak a káromláson, ami megjár neki, és nem adjuk meg. Indulj ki csak a saját nevedből. Csak egy picit gondolj bele, ha hallod emlegetni a saját nevedet. Tehát mondjuk mondanák, hogy Rostály Zoli, Rostály Zoli, és senki nem nézne rám. Kérdezném, hogy ki szólt, és senki, csak mondjuk Rostály Zoli, Rostály Zoli, és senki nem figyelne rám. És akkor mondom, mi van, hülék vagytok? Hát mit kiabáljátok a nevemet? És ti csak tovább, Rostály Zoli, ugyanígy vagyunk. Ja Istenem, Uram Isten. Már majdnem azt mondja, hogy imádkozni akarsz, közben semmi, csak belenyillalt a térdedbe a csúz, vagy mi az, akármi. Ja Istenem, ments meg Istenem, ez van Istenem, Jézus Mária, Szent József, és még sokan tovább.
van, akik az egész menüt felsorolják. Mit jelent ez? Hát ezt esélem, hogy minket is zavar. A név, ki a név? A név te vagy. Hát miért kapunk nevet? Mert a nevünk beleég a személyiségünkbe. Hát azt nem tudom elfelejteni. Most ha engem holnap átkeresztelnének Bruckenbacher elemérnek, én azt nem tudnám már megszokni. Szólnának, hogy Bruckenbacher úr, figyeljen ide. Hát nem tudnék mit csinálni már vele. Miért? Mert hát engem így hívnak. Így hívnak. És ezért a név, és ugyanígy vagyunk az Isten nevével, és hogy nem lehet, hogy ezért azt mondja az Isten, hogy vigyázz vele, és ugye olyan megnyugtatott bennünket a hittantanítás, meg minden felekezett tanítás, hogy nyugi, te már nem káromlod az Istent, hát nem káromkodsz. Hát arra figyelünk, nem, hogy a jó ízes káromkodást ne tegyen senki. Hol mondjuk keresztényként az ízes káromkodásokat? Otthon. Ha elkap a pipa. És azt mondjuk, hogy jó rendben, aki már nem mondja, azt mondja, hogy jó rendben, aki ezt a törvényt kipipálta. Nem. Ez csak egy töredéke, csak egy része. És ezért, ami megjár az Istennek, azt adjuk meg, és hányszor kimondjuk ezt az Isten nevét, és az emberek úgy mondják, mintha nem is lenne, úgy mondják, mintha azt mondja valaki, hogy Jézus Mária vagy, ja Istenem, mintha ez ilyen szófordulat, mintha nem is lenne. Mintha nem is lenne élő személy, mintha ő nem is figyelne a nevére, mintha az ő neve, az ő személye nem is lenne lényeges, és ezért nagyon érdekesen visszaélünk ezzel. Az 1 Mózes 27. részében van egy nagyon érdekes történet. És ahogy készültem az elmúlt napokban a mai összejövetelre, most vettem észre, én eddig nem tudtam, hogy mi okozta igazándiból. Ugye a történet arról szól, hogy Izsák megöregszik. Nem lát rendesen, vagy alig, nem jól hall. Van neki egy kedves felesége, Rebeka, és van neki 2 fia, ugye ismeritek mind a 2, Jákob és Ézsau. És eljön az a pillanat, amikor Izsák felsóhajt, és azt mondja, hogy mondja Ézsaúnak, van egy 4 szem közti beszélgetésük benne a nappaliba, és azt mondja a nappaliba, hogy fiam, eredj el, eljött az időm, eredj el, lőjél valami nyuszkát, vagy vadat, vagy bármit, és csinálj meg nekem egy azt a kaját, amit szoktál csinálni, mert és utána én pedig megáldalak téged, és mert te vagy az első szülöttem. És Rebeka, hogy ugye ott ő kim van a konyhába, sasol és fülel. És meghallja, hogy itt valami nem tiszta. Ugye tudjátok, a történet az úgy kezdődött, hogy az, hogy Jákob lesz Ézsau, az tulajdonképpen Isten akarata is így volt. De ugye mire kell figyelni, amikor már korán tudod az Isten akaratát az életedbe, hogy nem használhatsz tisztességtelen eszközöket azért, hogy elérd az Isten akaratát. Még ha tudod is, hogy mi az Isten akarata. Tudta Rebeka is, tudta Izsák, mindenki tudta, nem használta. Ezért Izsák hogy volt vele? Ment abban a rendben, ahogy tanulta az Istentől, és az elsőszülött fiút meg akarta áldani. Ugye Jákob vagy Ézsau elugrik vadat lőni, ugye akkor még nem a 6 lövetűt vitte, hanem vitte a csúzliát, elmegy vadat lőni, és mi történik közben? Közben elindul a helyi jelmezverseny. Rebeka elzavarja a Jákobot, levágnak 2 kecskegödőjét, vagy Rebeka megcsinálta, de lehet, hogy már bemolt a fagyóba a pörkölt, most ezt nem tudom. A lényeg az, hogy pillanatok alatt van pörkölt, mert az idő része azzal megy el, hogy Jákob darázik, fél, és azt mondja, hogy anyám, hát azért én Ézsauhoz képest egy normális ember vagyok. Nem vagyok szőrös, mit tudom én, érdes hangom, de egész jó csávó vagyok, hogy csinálsz belőlem Ézsaut? Azt mondja az anya, hogy ezen a fiam ne aggódjál. Pillanatok alatt beszőrözte az egész gyereket, és ugye megy oda, és nagyon érdekes, amit mond az ige, majd olvassátok el, nem akarom felolvasni, mert nagyon hosszú a történet, de eljutunk addig a pontig, amíg Ézsau még mindig vadakat terel, vagy próbálja becserkészni, vagy nincs piros paprika, nem tudom, tehát a lényeg az, hogy valamiért távol van, kanalazza Izsák az ételt, és minden rendben van, de valahogy gyanús neki. 3 dolog gyanús neki. Az egyik az, hogy nagyon gyorsan kész lett ez a pörkült. Ugye akkor még nem ismerték a konzerves meg a fagyót, tehát nem tudta azt mondani Jákob, hogy ez globusz pörkölt, hát ezt csak fölbontottam, megmelegítettem, kész. Az apja úgy vágta volna tarkon, hogy öröm nézni. Tehát nem volt erre lehetőség. Tehát ott tényleg a pörkölt, az pörkölt volt. Tehát ez nem. Oké, azt mondja, a hang gyanús volt. A hang gyanús volt, mert Ézsaúnak milyen lehet a hangját egy ilyen
Most nem tudom, én mindig elképzelem Ézsút, tehát tényleg egy ilyen, szóval azt ma nincs az a gyanta, amelyik azt rendbe rakja, vagy legalábbis egy biztos egy vödörrel kellett volna venni, de a lényeg, mert ugye látom a férfiak előszeretettel tetőtől talpig legyantázzák magukat, mert minden zavarja őket, minden szőr, és úgy néznek ki, mint a mesztelen csigákat, a mesztelen csigától mennyire, nem az milyen nézi, nem a dobozos csiga mennyivel szebb, nem azt még fölveszed, nézegeted, de a mesztelen csigán nincs, hogy rátadok az ujjad, hogy picikém csúszál, még csúszál, azt nem nézegeted, na, szerintem valahogy így néz ki egy férfi szőr nélkül, de mindegy, lelke rajta, hadborot fáják magukat, de az Ézsaúnak ez egy nagy kihívás lett volna, mert képzeljétek el, azért a 10 csomagos pengét, azt elhasználta volna. Egy doboz volt, tehát ott 4000 egy borotfálkozás, tetődött abig, és 2 nap. Na mindegy, a lényeg az az, hogy egészen más volt, ahogy kinézett, és ugye a másik, ami feltűnt neki, az a hang. Miért? Mert egy ilyen testhez, egy ilyen robosztus vadászó testhez nem ilyen, hogy ti apám, megjöttem, szóval nem ilyen hang ment mellé, hanem biztos, hogy valami testesebb. Hát nem ilyen szörnyű, ez van egy reklám, amikor ilyen a gyerek, mint a kólásüveg, és akkor megszűnő, és akkor ilyen hangja van. Tehát ez nehéz, a képzett zavart okoz. Na lényeg az, hogy a hang volt gyanús, és a harmadik azt mondja, hogy gyere ide, fiam, megtapogatlak. Mert az is gyanús volt neki, de ott látta, ugye az anyja elrendezte, hogy szörös, most nem mindenhol tapogatta meg, de ugye ahol meg kellett, ott szörös volt. És figyeljetek, itt van egy mondat ebben a történetben. Mikor azt kérdezi Jákob, azt még, vagy Ézsák még mindig, mert azért nem volt hüle gyerek, tehát az elméjével nem volt semmi baj, csak nem látott. Azt kérdezi, Ézsák felteszi a keresztkérdést, hogy tudtál ilyen gyorsan megfordulni. És figyeljetek, mit mond Jákob. Az Úr a te Istened hozta előmbe az állatot, ezért sikeres lettem. És Ézsák itt, ezen a ponton megnyugszik, és megáldja a fiát. Miért nyugodott meg? Mert Ézsáknak meg se fordult a fejébe, hogy az Úr nevében hazudjon, az Úr nevében bármi olyat tegyen, mert ő szerette, ő komolyan vette az Isten nevét. Komolyan vette az Isten nevét. Ugye Jákob féltettől a hazugságtól, mit mondott neki az anyja? Rám szálljon az átok, ha lebuksz. Mert Jákob félt, azt mondja, tehát figyeljetek, Jákob ismerte az apját, azt mondja, le fogunk bukni, hát az apámnak 600 érzékszerve van. Isten választott embere. Hát rá fog jönni. És figyeljetek, az aduásszal csapta be. Mert miből indult ki Ézsák? Azt mondja, hogy ilyet az én fiaim nem mondanak. És mondtak? Mondtak. Ennek a történetnek ez volt a buktatója, hogy hiába használta az Istennek a nevében. Hazudott az Istennek a nevében. Hazudott az Istennek a nevében. És ez nagyon megrázó ebbe a történetben, mert egyszerűen azt komolyan veszik, tudjátok, ezért fontos az ugye az Antikrisztus, miért Krisztusként lép föl? A hamis proféták miért Jézus nevét használják? Miért van az a Máté evangéliumban, amit mondja az Úr, hogy Uram, Uram, miért Uram, Uramoznak az emberek? Azért, mert ha Jézus nevét, az Isten nevét elkezdi az ember használni, azt az emberek arra odafigyelnek és komolyan veszik. És ezért ugye miért lesz a tanítóknak nagyobb büntetésük, miért lesz azoknak, akik hiába vették az Isten nevét, azért, mert az Isten neve miatt mentek utánuk az emberek. Az Isten neve miatt szerintetek miért adják oda az emberek a pénztárcájukban lévő pénzt? Azért, mert az ember olyan kedves. Nem, azért, mert az ember kire hivatkozik, mi van minden gyűjtés előtt, mi van mondva? Az van kimondva, hogy adjátok össze a pénzt az én házamra? Mert az tisztességes lenne, mert akkor eldönthetnéd, hogy egyszerűen mi van, hogy az Úr munkájára. És mindig ez a hivatkozás az Úr munkájára. Miért adod oda? Mert azt hiszed, hogy ez az Úr munkájára megy. Minek a neve nyitja meg a szíveket és a lelkeket? Az Úrnak a neve nyitja meg. És figyeljetek, hogy végződik ez a parancsolat? Nehogy azt higgyétek, hogy ezt meg lehet úszni. Azt mondja az ige, hogy nem marad büntetlenül. Ezért a legjobb, amikor az ember nem használja, ha nem indít rá az Isten, akkor ne használjam az Isten nevét. Nincs értelme az Isten nevét azért elmondani, hogy magam jobb színbe tűnjek fel. Nézzétek meg egyszerűen, és ezt figyeljetek, csak felhívom a figyelmeteket, hogy ez Jákobnak mibe került. Csak néhány dolgot hagy említsek. 21 év ment el az életéből, az édesanyját soha többé nem látta, menekülnie kellett, és amikor visszajött, nézzétek meg csak egy nagyon nagy jelenet, amikor találkozik Jákob és Ézsau 21 év után. Jákob még mindig tele van félelmekkel, bizalmatlanságokkal, mindennel. Ézsau sokkal szabadabb. Jákob miket feltételez róla? Figyeljetek, Jákobban még mindig ott van a zsívánság. Vagy olvassátok el, hogy kiket rak előre.
hogy várja, hogy találkozik Ézsauval. Azt mondja, hogy hújon a férgese, és akkor így beállítja, és ugye ki van a legvégén? Na, kitalálhatod, ki van a legvégén? József, Benyámin, hát ki van a legvégén? Hát akik a legközelebb állnak hozzá. Azt mondja, hogy itt akkor nem. Már őket, ha kellett, akkor a többi meg, értitek, volt ő neki 12 fia volt. Nagyon megdöbbentő. Hát ki volt jobb állapotban? Ki jött bele? Az életét végigkísérte. Nézzétek meg, milyen küzdelmei voltak az Istennel. Az Istennek meg kellett változtatni a nevét. Mert mit jelentett Jákob? Csaló! Miért lett ő Izrael? Hát mert azért mégis az Isten úgy volt fel, hogy azért, ne, hát azért nem csinálhatjuk ezt hosszú távon, hogy egy csaló képvisel engem. És megváltoztatta Izraelre a nevét. Ábrahámnak Ábrám lett. Minimális volt a változás. Minimális volt, a legtöbbnél minimális volt a változás. Őnála radikális volt a változás. Miért? Hát mert radikálisnak kellett, hogy legyen a változás. És ezért ugye, ezért, ha megnézitek, a kereszténység története tele van ilyen Isten nevében lévő hazugságokkal. Gondoljatok a középkori inkvizícióra. Az Isten nevében mágiára küldünk. Figyeljetek, Istentől ez olyan távol áll, az Isten meghagyja a szabad akaratodat. Az Isten dönthetsz úgy, hogy nem érdekel téged az Isten. Dönthetsz úgy. Az Isten ezt tolerálja, nem csap le az égből, semmit nem csinál. Hát ez a lényege az ember és az Isten kapcsolatának, hogy nem egy parancsolalmi rendszer működik. Nézzétek meg, a mágiára küldték az embereket, inkvizíció, Isten nevében kiátkozták az embereket napjainkig. Tehát miket csinálnak az Isten nevében? Ma a gyülekezetek ugyanazokat a jeleket produkálják. Isten nevében olyan szörnyű hazugságok mennek. Miért? Miért nem áll veled szóba egy másik ember, amikor elhagysz egy gyülekezetet? Azt mondják, hogy te egy istentelen vagy. Mit használnak föl hozzá? Az Istennek a nevét. És mivel az emberek félik az Istennek a nevét, ezért meg se próbál veled beszélgetni, pedig abban a pillanatban, hogy beszélgetne, rájönne, hogy te ugyanúgy féled az Isten nevét. Csak ugye mivel félemlítik meg az embereket? Isten a saját nevével soha nem félemlített meg senkit. Még az új szövetségben is mindig azt mondta, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ne félj. És ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy nézzétek meg, így telt el egy csomó időszak hazudozásokkal, képmutatásokkal, ugyanígy ment el egyszerűen, hogy nézzétek meg a pápaság, hogy elindult, hogy azt hazudta, ugye, hogy ő a Krisztus földi helytartója. Már feledésbe merült a pünköst, Jézus kit rendelt a földi helytartójának, úgy hívják, hogy Szent Szellem. Jézus nem embert rendelt földi helytartójának. Nézzétek, hogy ki lett forgatva, és miben történtek, miért voltak erősek, miért mai napig miért erős a vallásos hazugság? Azért, mert Isten nevében történik. Egy istentelen ember ugyanúgy beszél folyékonyan, és használja Jézus nevét. Nagyon oda kell figyelned, ezért mondta Jézus, hogy ne a szóhasználatát figyeld meg, hanem nézd meg az életében a gyümölcsöket. Nézd meg, hogy milyen a viszonya az Istennel, milyen a kapcsolata az embertársaival. Nem a szájának a mozgásából lehet kiterülni. Hát ugye Máté evangéliumban ezt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki uram uramozott, nem mindenki, aki Jézus nevét használta, nem mindenki, aki Jézus nevében csodát tett meg ebben, meg abban, meg amabban, mert a Jézus neve, tudjátok, ezért egy oltári nagy zsívánság az, amikor Isten nevében gonosz dolgokra vesszük rá az embereket. Ez a legmélyebb, ez a legnagyobb süllyesztő, mert az Isten neve évezredek óta megnyitja az embereknek a szívét. Ugye ezért egészen más, nem elég Isten nevére hivatkozni, attól még lehet, hogy nem Istent képvisel valaki. Hát Pál apostol erre hívja fel a figyelmet Timóteusnak, hogy rengeteg olyan lesz, aki, figyeljetek, azt mondja, hogy hamis Krisztusok jönnek. Tehát mit mond? Hogy ő Krisztus nevében jött. Sőt, hát a bátrabbi azt mondja, hogy ő maga Krisztus. Ma is jelen pillanatban 30 Krisztus él a Földön, aki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztus. Természetesen ezek mind csont elmebetegek, csak szeretném elmondani, hogy ezeknek a csont elmebetegeknek ott van a háttérben a követő táboruk. Ott van mögöttük, ott áll mögöttük kisebb-nagyobb követőtábor. Kisebb-nagyobb követőtábor. És ezért nem elég Isten nevére hivatkozni, erről szól a harmadik parancsolat. Figyeljetek ezt, Isten a teremtéskor már belehelyezte a világegyetembe az ő parancsolatait. Tudjátok, ezt már elmondtam az első alkalommal, hogy miért a Sínai hegynél adta írásban, azért, mert sokáig úgy volt, hogy beleírta a szívbe, csak mi történt a szívből, kezdett elfelejtődni. Ugye utána leírtuk, ma mi a baj az írással? Hát ha nem olvasol, akkor... Isten eredeti szándéka micsoda, hogy a szíved hústáblájára legyen fölírva az Istennek a beszéde.
Csak a zsidók ugye már az első alkalommal produkálták ezt, ugye a Vörös-tengernél mit kellett volna csinálni? Hát az, hogy minimum azt mondani, hogy hálásak vagyunk, az csak a minimum. Néztek meg, milyen balék jöttek utána. Szomjasak voltak, éhesek voltak, zabosak voltak, és úgy emlékeztek a rabszolgaság földjére. Nekem ez a kedvencem, hogy látták magukat, hogy a tyúk kilóg a fazékból. Tudjátok, milyen tyúkot láttak ők? Te többet látsz alpakkát, mint ők tyúkot. Ez biztos. Ezért létezni tudunk, de élni nem tudunk, csak Isten segítségével. Ugye ma olyan kereszténység kezd kialakulni, aki elfogadja Isten segítségét, sőt, követeli Isten segítségét, de nem neki tulajdonítja utána. Néztek meg, már akkor is Jézus idejében milyen volt az arány. Elmegy 10 bélpoklos, meggyógyul. Hány megy vissza? Egy. Milyen volt az arány? A 10-ből 9 mit akart? Meggyógyulni. Nem érdekelt. Jézus úgy fölkapta a fejét, amikor a tömegbe, figyeljetek, ezrek vették körül, és a tömegbe volt egy agyont próbálkozó, már mindent kipróbált férfolyásos asszony, ugye, ő neki voltak próbái. Azt mondja, hogy az egész pénzét, mindenét már arra költötte. Ő már jutott odáig, hogy én már nem próbálkozom tovább, nincs más lehetőségem, oda fordulok az Istenhez. És Jézus azt mondja a tömegbe, hogy érzem, hogy valaki hozzám ért. Tanítványok vakon voltak, azt sem tudták, miről beszél. Azt hitték, hogy napszúrást kapott. Jézus, hát mindenki hozzád ért. De értsétek meg, hogy ez más hozzámérés volt. Ez egy egészen más hozzámérés volt. És ezért ugye a következő hiba, amit elkövethetünk Isten nevében, hogy olyat tulajdonítunk Istennek, amitől ő elzárkozik, olyanra újabban hivatkozunk Istenre, ami nem ő. Miért tesszük ezt? Ugye azért tesszük ezt, mert Istenre felkapják a fejüket. Rengeteg ember, amikor igazolni akarja a saját hülyeségét, mit mond? Az Isten szólt. Ugye a hamis proféták hogy kezdik? Miért dőlnek be nekik az emberek? Azt mondja az Úr. Testvérem, ezzel mondatot kell kezdeni, csak akkor kezdjél, csak tanácsolom, inkább maradj profétaság nélkül, csak akkor, amikor az Isten szól hozzád. Szerdán megnéztük, ha akarjátok, visszahallgatjátok, hogy milyen az, amikor az Isten szól hozzád. Először is taknyod nyálad egybefolyik, és lent találod magad a földön. Mindegyik itt találta. Nézzetek meg, hármat mondok. János, Pál, a nagy Pál, aki megy harciasan, hogy kivégzi a keresztényeket, az egyszer csak lent találja magát a földön. Ugyanott találja a 100 éves János, és ugyanúgy találja a 80 éves Dániel is magát a földön. És egész addig nem tudnak fölállni, amíg az Isten föl nem segíti őket. És amikor fölsegíti őket, akkor mit éreznek, hogy bűnösök, azt éreznek, hogy meghalnak, stb. Az Istennek kell bátorítani őket. Egészen más az Istennel való találkozás, mint amit ma mondunk. Aki az Istennel találkozik, azután nem veri a mellét, hogy én láttam az Isten. Tudjátok, mit sem nem tud belőle kiszedni. Pál apostol hogy mondja? Pedig mindenki tudja, hogy Pál azt mondja, hogy egyszer volt egy ember, aki elragadhatott a harmadik égig. Ki volt az az ember? Ő, saját maga. Azt mondja, nem mondom el, mert utána azt mondja, hogy kellemetlen helyzetbe hozom a többi embert. Hát melyik kötök az, aki a harmadik égig elragadhatott? Most nem a hamis profétákat kérdeztem, mert azok most jelentkeztek, hogy én, minden nap oda megy a harmadik égig. Csak mégis a gyümölcsök nem. Nézd meg, Pál, mi volt Pállal az Istennel való találkozás után? Hát abban a pillanatban letette a lantot. Az Istennel való találkozás után átmenet nélkül változol meg. Tehát átmenet nélkül. Ugyanez volt Jánossal is, a 100 éves Jánossal, ugyanez volt Dániellel is. Teljesen nem azt használják, na jó, hogy jöttél Isten. Most aztán akkor elmondom, mi az, hogy én nem megyek vissza Izraelbe? Mi az, hogy én nem megyek vissza Jeruzsálembe? Jó, hogy itt vagy, Gábriel. A következőt üzenem az Istennek. Ne nézzél, írjad! Hát megérkezik Gábriel, többször visszament Dánielhez. Nem olvasunk ilyet. Dániel nagyon visszafogott volt. Gábriel azt mondja, kedves férfiú, már úgy kell bíztatni. Kedves férfiú, ne félj, állj föl. Arany szívem, ne félj már. Hát hogy ne félnék, ha láttad már magad a tükörbe? Hát te az Isten előtt állsz mindig, hát egészen másról vagy összerakva, mint én. És ezért nagyon fontos ez, hogy a legnagyobb dráma, hogy az Isten nevében mennyi mindent mondunk, mondanak, profétálnak, stb. Most épp nézem, hogy ugye úgy néz ki, hogy a dollár mégse omlik össze, a világgazdaság mégis megmarad, most jön a Covid probléma. Most elkezdtek profétálni a Covidról, hogy a Covid törvény, ha beadhatod magadnak az oltást, akkor neked véged van, mert a 666 belebújik a lelkedbe, a mindenedbe, testvéreim. Aranyszíveim, drágáim,
Semmilyen 666 nem bújik beléd, ha te az Úrban vagy. Semmi olyan nem tud veled megtörténni, mert ez nem kézérintésével. Neked egyetlen ide kell figyelni, hogy az Úrban legyél. Te nem fogsz éhen halni. Ha kell, akkor újra jön a manna. Hát ha megcsinálta egyszer, mi ne tudná megcsinálni még egyszer? Ott csak arra kell figyelni, hogy ne szedjél két napra valót, meg szombaton ne szedjed. De az, ha jön, meg ne úgy próbáld, hogy na, nem tudod beletalálni a számba, mi van? Gábriel, dumálni tudsz, de célozni nem, nem, ott ki kell menned és föl kell szedned. Megteszi, megteszi. Hát ne gondoljátok, hogy kiszolgáltatja az övéit. Azért próbál most meg, hogy ez fel sem erüljön bennünk, hogy ilyen kiszolgáltatók lehetünk. És ezért az emberek annyi mindentől félnek, keresztények, látom, amikor jaj, jön az atomtámadás, és tudjátok, ez olyan helyzet, mint amikor a tanítványok benn voltak a hajóba. És akkor mondták Jézusnak, hogy nem, Jézus, nagyon neveletlen vagy, és nagyon laza vagy, és nagyon félváról veszed te ezt az életet. Hát, de vedd komolyan a vihart. Hát vedd komolyan, légy szíves, ne szórakozzál. Hát vihar van, hát meg fogunk fulladni. Nem tűnik ez fel neked? Ne legyél már ennyire elbizakodott. Ne legyél már ennyire nagyképű azért, mert az apád az Isten. Jézus nem kommentálta, nem mondta, hogy hitetlen, hanem azt mondták, hogy hú, fiúk. Ugye rendezte a sorokat, és akkor utána úgy felsóhajt, és ez nem csak egyszer mondja, szerintem a lelkében sokszor megjelent ez, hogy meddig leszek én még veletek? Tehát hány próbát kell még csináljunk, hogy megértsétek, hogy ez nem így működik, hogy ti csak úgy megtértek, újjászülettek, és akkor egyszer csak úgy figyeljetek, ha az ördögnek lenne ilyen lehetősége, hát akkor mindegyünket elpusztít. Azt a napot nem várná meg, hogy kimond. Még akkor sincs a lehetősége, amikor te még a világba ülsz a kocsmába. Mert az Isten, akit elválasztott, azt megtartja. Nincs erre, semmilyen lehetősége nincs. Ezek meg itt ijeszgetnek. Hát amikor ugye ott volt a prófét, amikor ették az ételt, ugye, ami lehet, hogy kicsit mérgezett, belevágták a lisztet, az kész. Senki nem foglalkozott semmilyennel. Aztán, hát az Isten megtartja őket. Dániel se azt mondta a vermembe, hogy figyeljetek, én hívő ember vagyok, de két hónaposnál idősebb oroszlán ne hozzatok be. Piciket. Olyan kis aranyosak, azok, hogy elleszünk reggelig. Nem volt ilyen lehetőség. Vagy azt mondták, hogy 60 foknál, Sidrák, Misák, Abednego, 65-nél ne fűtsétek, mert kényelmetlen, nagyon izzadós vagyok. Nem volt ez megkérdezve. És mégis megmaradtak Isten kegyelméből. És ezért mondja, a súlyos dolog az, ha Istenre hivatkozunk, és tudjátok, az utolsó idők nagy csalása az erről szól, hogy mindenki Istenre fog hivatkozni. Mindenki. Mindenki Istenre fog hivatkozni, sőt, ma a legszebb, hogy már politikusok is. ez a szép ebben az új világrendben. Istenre hivatkozik mindenki. Hát soha nem felejtem el a Jobbik, aki az Isten választott népét ki akarta írtani, gyűlölni, annak az volt a jelszava, hogy Isten, haza, család. Benne volt az Isten. Szerintetek ezt? Hogy érintette az Istent? Hogy érintette az Istent? Hát milyen kellemetlen az, nem? Mikor kijönnek érted a rendőrök és bevisznek, és csak 72 óra múlva terül ki, hogy te csak a névrokona vagy, akit bevittek. És magyarázkodhatsz te ott, hogy nem én vagyok. Hát dehogy nem, te vagy az. Hát de nem én vagyok. Hát de te vagy az. Hát milyen kellemetlen? És ezért nézzétek meg, ma mindenki erre hivatkozik. Miért? Mert ez egyszerűen megnyitja az embereknek, megnyitja a szívét, az embereknek megnyitja a lelkét. Vagy a magyar himnusz. De jó lenne, ha komolyan vennénk, nem? Isten, áld meg a magyart. Belemegy a köztudatba, és az emberek úgy használják, hogy azt hiszik, hogy nincsen következménye. Ugye mindig a kérdés, hogy milyen az Isten, hogy az általunk kitalált Isten, a vágyainknak az Istene, vagy az, aki élő, és az, aki valóságos. Drága testvéreim, a világ egy összeroppanás előtt áll. És az Isten azért eleveníti föl a törvényeit, ezek a törvények, ezek nem azért vannak, hogy egy országot tudjál szolgálni, ezek a törvények, az Isten 10 parancsolata az abban különbözik minden más emberi törvénytől, hogy ez az életben maradásodat tudja biztosítani. Nem az anyagi biztonságodat, nem a nemzeti biztonságodat, nem a párttagságodat, hanem ez az életben maradásodat tudja biztosítani a 10 parancsolat. És ezért érdemes átgondolnunk, hogy hogyan használjuk Istennek a nevét.
És ugye a következő héten majd a negyedik parancsolatot fogjuk megnézni, ugye a negyedik parancsolat, ugye ahogy elmondtam nektek, az első parancsolat az mire kényszeríti az embert? Gondolkodásra kényszeríti az embert, hogy ki az Isten. Mert azt mondja az Isten, hogy én a te Istened vagyok, hogy el kell gondolkodnunk rajta, hogy ki az Isten. Ugye a második parancsolat, hogy ne legyenek néked idegen Isten, de ez mire kényszeríti az embert? Döntésre kényszeríti az embert. Az embernek döntenie kell. Döntenie kell. A harmadik parancsolat, ugye, hogy az Isten nevét a szádra hiába neved, ez mire kényszeríti az embert? Ez az embert egy egészséges, normális beszédre kényszeríti az embert. És a negyedik parancsolat mire fogja kényszeríteni az embert? Cselekedetekre fogja kényszeríteni az embert, hogy döntened kell, hogy megadod-e az Úrnak azt, ami az Úré. És ez nem egy 20 000-es. Az Isten nem a 20 000-esedet kéri el, hanem az Isten azt a napot kéri el, amikor te nyugalomban vagy vele. Az egész 4 parancsolat arról szól, hogy belülről elindul az emberben egy folyamat. Tudjátok, a vallás azért nem jut 2000 éve dűlőre sehogy, és a törvénnyel se jutottak a zsidók semmire, mert ők kívülről kezdték el a változást. Megváltoztatták a körülményeket, de az Istennél a változás honnan indul el? Belülről indul az, hogy gondolkodok. Utána döntök, ezek mind ezek mind belső döntések. Aztán a gondolkodásom és a döntésem megjelenik a beszédembe, és ez megjelenik a cselekedetembe. És Jézus azért mondta, hogy az embereknek az Istennel való kapcsolatát miből vegyétek, miből mérjétek meg? A cselekedeteitekből, a cselekedeteikből tudjátok lemérni. Miért? Mert az a negyedik, az a legfontosabb dolog, hogy hogyan cselekszünk. És ezért erre bátorítalak benneteket, hogy gondoljuk át ezt, és tényleg, ha mi nevünkben fellép valaki, azt sem jól viseljük, de egyszerűen nem véletlenül Isten azt akar, hogy először figyeljetek, olyan megrázó az első parancsolat, azt mondja az első parancsolat, hogyha te tényleg Istent kereső ember akarsz lenni, tényleg Isten hívő ember akarsz lenni, akkor először ne egy felekezet szokásait ismerd meg, hanem ismerj meg engem. Tudjátok, mi volt 1700 évvel ezelőtt a legnagyobb botrány? Hogy elkezdtünk egy olyan rendszert bevezetni mi emberek, hogy majd a felekezeten keresztül megismerjük az Istent, és az emberek mindig a saját felekezetük szemüvegén keresztül látják ma az Istent. 5 percem van még. A szundi rám is érvényes. És ez lett a baj, és ugye ezért nézzétek meg, milyen csaló istenképek vannak. Milyen szörnyű istenképek vannak. Mindenki ragaszkodik a saját igazságához. Épp a napokban mutatta ezt az Isten, hogy annyira megdöbbentő ezekben az időkben, hogy mindenki mondja a saját igazát, a saját gondolatait, a fórumokon, az internetes oldalakon úgy ütik, vágják az embereket, különösen kiállnak, hogy jaj, már megint mit okoskodik, stb. Tesőrém, az Isten országa, tudjátok, hogy van felépítve? Azt mondja, hogy bármelyikőtökben rész szerint van az ismeret. Én, ha a legokosabb dolgot mondom, akkor is csak egy részét tudom elmondani. A másik része kibe van? Benned. Meg benne, meg benne. Ezért az embereket tudod így, az az ember, aki azt mondja magáról, hogy ez a különös, hogy amikor Dániel jelenése könyve a jövőről van, szóval mindenkinek megvan a saját maga elképzelése. Hát ugyanúgy, mint a lapos földhívők is. Ugye eldöntötték, hogy lapos a föld. És épp most kaptam egy nagyon jó kis képet, hogy a Japán hogy támadta meg Pearl Harbort. Tehát ha ugye igaz lenne, amit mondanak, akkor ez a legnagyobb távolság. De ugye, mivel nem az, hát nem repülték át az egészet, tehát ott van egy köpésre, csak ugye ebből látszik, hogy ez ilyen gömbölyű. Ez ilyen gömbölyded. És mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy rész szerint van a legnagyobb okos emberben is. Mi okozza a szolgálatokban az elszállást? Az, hogy elhiszi magáról, hogy az övé a teljesség. És kövesd őt, mert ő tudja a teljességet. Mikor az Isten azt mondja, hogy nem, mindenkiben rész szerint van az ismeret. Rész szerint. Benned szükség van a te részedre. Szükség van a másik részére, a harmadik részére. Engem se tudsz kihagyni belőle. És téged se lehet kihagyni belőle. Ezért nem ezek az istentiszteleti formák voltak régen, hanem az istentiszteleti formák milyenek voltak, hogy leültek, olvasták az igét, és utána megbeszélték. És mindenki hozzátette azt, amit gondolt. És aki nem jót gondolt, annak szóltak. És akkor az nem rohant ki az ajtón, hanem oké, megvizsgálta. Nem elfogadták, hogy egymást nem széttaposni akarják, hanem szükségük van egymásra.
Nézzétek meg ma, milyen sértődékeny a világ. A világ az hagyján. Nehéz megfogalmazni őszinte gondolatokat. Mert mindig mindenki azt mondja, hogy támadás. És ezért ez nagyon fontos tudnunk, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. És ezért én arra bátorítalak benneteket, hogy a 10 parancsolattal kapcsolatban Jézustól megkérdezték, hogy eltörli-e. Van-e lehetőség esetleg eltörölni? Meg a többi 613-at mondta Jézus, hogy nincs. Egy lehetőség van, betölteni. Mivel lehet betölteni? Szeretettel lehet betölteni. Mit mond az ige, miért mondja azt, hogy 3 dolog marad meg, a hit, a remény és a szeretet, mert sehogy másképp nem lehet betölteni a törvényt. Csak ezzel a 3 dologgal lehet betölteni a törvényt. Nem marad meg semmi más. Ezért a maradék, nagyon jól le lehet írni, hogy mi fogja jellemezni azt a maradékot, azt az 5 szüzet, aki Krisztust várja az utolsó pillanatig, 3 dolog fogja jellemezni, testvéreim. Hit, a remény és a szeretet. Ott már nem lesznek felekezeti szokások, eltorzult arcok, remegő tekintetek, ott hit lesz, remény lesz, kell a remény? Hát, hogy ne? Már megvolt az éjféli hang, aztán még sehol senki. Képzeld, de Noénál milyen dara volt. Gondoljátok, hogy nem fordult meg azért egyszer-kétszer fejbe, hogy becsukták az ajtót, az állatok benn vannak, az emberek ott vannak, különösen az első napokban. Az emberek azt mondták, mi van, Noé, nem jön az eső, mi van? Aztán, amikor az 5. nap csütörtök felé van, hogy kezdett beborulni. Noé, bemehetnénk esetleg mi is? Hát aranyszíveim, én beengednélek benneteket, de nem lehet. Aztán, amikor az első dörgés megszólalt, amikor jött az első villámlás, amikor elkezdett nem természetes módon esni az eső. Figyeljetek, itt az emberek végigérték a fokozatot, mi csak elolvassuk 4 igében. Amikor elkezdett emelkedni, és nem tudta már kiszivattyúzni a telkéről. Amikor már térdig élt a víz, amikor már nem térdig élt a víz, amikor már a bátrabbak a háztetőn voltak. Amikor a bátrabbak a hegytetőn voltak, de már nem tudott mindenki az öregeket, a csecsemőket már nem tudták fölvinni, már mindenki mentette a saját irháját. És amik már fölmentek a legmagasabb hegy tetejére is, és még mindig emelkedett a víz, még mindig. Ne felejtsétek, hogy hány napot várt a vízapadás, amire az Ararát hegyén ki tudott kötni a bárka. Ezt végigélték az emberek. Ezt végig látták, végignézték, de szeretném, hogy végigélte Noé is. Csak Noé miért maradt meg? Mert volt benne hit, remény, szeretet. És ezzel végig tudta élni. Semmi mással nem tudta végigélni. Én erre bátorítalak benneteket, hogy vegyük elő ezeket a régi dolgokat, és higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok bölcsesség és nagyon-nagyon sok igazság van benne, és egyet kerüljetek el, hogyha nem akarunk vallásos csalók lenni, ne járjunk úgy, mint Jákob, hogy a saját apját az Isten nevének a hamis használatával átverte. Ezt Jákob nem tudta kiheverni. Tudjátok, ez ő neki beleötlött a szívébe. Ézsaut helyen közel, még Ézsaut se tudta, kézzétek, hogy tudta, nem tudta helyrehozni ezt, hogy az Isten nevében becsapta. Az apja pedig őszinte volt, és azt mondta az Isten nevében, tudjátok, mennyire fáj ez, amikor ma az Isten nevében így becsapják az embereket. És te, aki nem csapott be, neked kell magyarázkodni, hogy és az, aki meg becsapja, az meg simán, gátlás nélkül. Egy személyes dolgot hadd mondjak el befejezésül, volt sok-sok szörnyű bűnöm, és az egyik az annyira kellemetlen volt, hogy nem akartam bevallani. Mondom, nagyon ciki lesz ezt, mondom, elmondom. Nagyon biztos vagy úgy, amikor olyan dolgot teszel, ami olyan, hát magad előtt is szégyeled. Tehát úgy vagy vele, hogy Istenem, ezt hogy lehetne kitörölni? De hát nem lehet sehogy kitörölni, csak úgy, hogyha megbánod. Szóval nincs az a radír, ami a legszörnyűbb bűn radírja, szagos radír, és akkor kitörlöd. Tehát nem lehet. És emberi csoportban voltam, és az egyik ember rákérdezett, hogy biztos, hogy nem én követtem el ezt a bűnt. És mondtam neki, hogy nem. És akkor utána mondta, hogy ki tudom mondani a Jézus nevében ezt, hogy Jézus nevében is ki tudom mondani, hogy nem ezt követtem el. És tudjátok, kimondtam, hogy Jézus nevében mondom azt, hogy nem ezt a bűnt követtem el. És akkor emlékszem, hogy ilyen síri csend lett, és akkor én rám, mintha rám zúdult volna az egész világ, és 3 perc, már nem foglalkoztak vele, mindenki elhitte, hogy nem én követtem el, mindenki, mert hát Jézus nevében kimondtam, és 3 perc múlva föltört benne, hogy nem, ezt nem tudom. Nem tudom. Tehát egyszerűen bocsássatok meg. Nem, ott, tudjátok, mi volt a legszörnyűbb? Hogy már nem az fájt, amit elkövettem, az ott elvesztette a jelentőségét, hanem az fájt, hogy Jézus nevében becsaptam azokat. Simán tovább mehettem volna, mai napig
Simán fedezhettem volna ezt. Simán. És ezért ott értettem meg, hogy ennél ez egy nagyon súlyos dolog, mert Jézus neve, a világ mindenség Istenének, a fiának a neve megnyitja a kapukat az emberek szíve előtt. És ezért nem lennék azoknak az embereknek a helyébe. Hiába akármilyen gazdagok, akármilyen népszerűek, akármilyen csúcson is van a szolgálatuk, és ezt idézőjelből aknám. Azért nem lennék a helyükön, mert az, akinek a nevét felhasználja, az egyszer számon fogja kérni azt, hogy mire használták a nevét. Számon fogja kérni. És arra bátorítalak benneteket, hogy mi ne kövessük el ezt a hibát.